Ez a tizedik születésnap arról szól, hogy voltak a megyében, és itt Tatabánya városában is olyan emberek, akik úgy gondolták, hogy segítőkezet kell nyújtani azoknak a gyermekeknek, fiataloknak, akiknek az élet talán egy picit kevesebb lehetőséget adott. Megnyitó beszédében dr. Kanc Csaba, Tatabánya alpolgármestere kiemelten fontosnak nevezte az egyesületben dolgozó segítők és pedagógusok munkáját. Köszöntője után Szegedi Erikát, a helyi egyesület elnökasszonyát hívta a színpadra. Arra gondoltunk, hogy a tavaszi szünet előtt a fiatalok legyenek együtt egy kötetlen programon, hiszen nagyon sokszor találkoznak, de igazándiból megmérettetés céljából, vagy kulturális események, sportesemények kapcsán. A mai napon a születésnapi ünnepség a Tatabánya város jubileumi pályázatán nyert összegből kerül megvalósításra. Az ünneplő tömeg szórakoztatásáról színvonalas produkciókkal gondoskodtak. Látványos jelmezben lépett fel a tatabányai mazsoret csoport. Volt közös éneklés is, de a nap fő attrakciója Vastag Csaba koncertje volt. Mint általában, most is hatalmas ováció fogadta a népszerű énekest. Mindig igyekszem azokon a eseményeken részt venni, amikor gyerekekről van szó. A gyerekek ugye alapvetően egyrészt a társadalmunk építő kövei és építő pillérei, másrészt a családok, akik nagyon-nagyon fontosak nekem, és a család összetartása egy nagyon fontos üzenet. Harmadrészt pedig a gyerekek nem tudnak magukért kiállni, úgyhogy nekünk kell szót emelni, és nekünk kell helyettük kiállni. Természetesen nincs igazi születésnap torta nélkül. A város legismertebb cukrászdája jóvoltából most sem kellett nélkülözni senkinek a közkedvelt finomságot. A három hatalmas édességet néhány perc alatt tüntette el a népes vendégsereg.